Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok, egy újabb közmeghallgatást a polgármester hivatal műsorát látják. Vendégem Fülpesi Gyula, a szociális osztály vezetője, akivel uniós élelmiszersági osztásról, fűtéspótlékról, szociális kérdésekről beszélgetünk. Szervusz Gyula! Szervusz, és jó estét kívánok a nézőknek! Adásunk előtt beszélgettük, hogy nekiálltatok már egy nagy munkának, egy újabb éves nagy munkának, osztjátok az uniós élelmiszersegélyeket. Ennek rendszeréről számolj be nekünk. Igen, hát ezt a 600-as kormányrendelet szabályozza 2009-ből, amely előírja, hogy milyen kategóriák részesülnek ebben az élelmiszer támogatásban. Ide tartoznak a 400 lej alatti kisnyugdíjasok, az első és másodfokú fogyatékkal élő személyek, a szociális segélyben részesülők és a munkanélküliek. Itt volt egy változás, eddig, tehát a tavalyi évvel bezárólag azok a munkanélküliek kapták, akik a munkanélküli segélyben is részesültek, az idejétől kibővült azokkal, akiknek már lejárt ez a segélyezési periódus, de még mindig nyilvántartásban vannak a munkaelosztónál. Az ősszel még egy kategóriát bevettek, ezt a speciális törvénynek nevezik, politikai üldözöttek, hadirokkantak, de itt is kitétel, hogy az összjövedelem 400 lej alatt kell legyen. Uniós segélynek hívjuk mindig, de soha nem kérdeztem rá, hogy uniós forrásokból finanszírozzák, valahonnan Brüsszelből érkezik az élelem. Mi a rendszere? Nem tudom, hogy milyen forrásból, valószínűleg uniós forrásból, mert ez egy Európai Uniós projekt, tehát nem csak Romániában, több kelet-európai országban is, uniós tagállamról van szó persze, Bulgária, Litvánia, Észtországról tudok konkrétan, hogy ott van ez az élelmiszer támogatás. Gondolom a fő cél a szociálisan hátrányos helyzetben levők személyek támogatása. Ennek a folyamat úgy történik, hogy ez egy országos, Románia szinten úgy történik, hogy megyei tanácsok állítják össze a listákat, hogy kik részesülnek ebben a támogatásban. Ők szállítják le az élelmiszert is a polgármesteri hivataloknak, és hozzák a listát is. A polgármesteri hivatalok csak kiosztják, tehát más szerepük nincsen. Ez azért fontos, hogy elmondod, mert korábbi adásainkban emlékszem, mikor még erről beszéltünk, hogy mindenki azt mondta, hogy hát nincs listán, és ilyenkor ti nem sokat tudtok tenni. Sajnos mi nem sokat tudunk tenni, amit tudok ilyen esetben javasolni. Tehát természetesen van olyan személy, aki a lista összeállítása után vált munkanélkülivé, vagy a lista összeállítása után sorolták be valamilyen fogyatékossági kategóriába, vagy... Vagy valami hiba folytán lemaradt vagy kapta meg a listáról. Vagy lemaradhatott a listáról, tehát aki dolgozik, az téved, lehet, hogy hiba miatt lemaradhatott. Annyit tudok nekik mondani, hogy ha marad élelmiszer, amiután kiosztottuk azoknak, akik rajta vannak a listán, akkor pótlistát szoktunk összeállítani. És akkor erre a pótlistára tudjuk felírni, de erre csak januárban kerül sor. Udvarhelyen hány fős a listátok? Udvarhelyen 2203 fő van rajta a listákon. Elmondhatom a kategóriák szerint is, 516-an szociális segélyben részesülnek, 556-an munkanélküliek, 654-en kisnyugdíjasok, és 462-en első vagy másodfokú fogyatékkal élők. És 15-en vannak rajta ezen a speciális listán, amit mondtam, hogy politikai üldözöttek, hadirokkantak. De itt is a kitétel a kis jövedelem, a 400 lej alatti összjövedelem. A fűtéspótléknál is igénylők számát mondtad, akkor mindig visszakérdeztem, hogy értékeled, sok kevés, ugyanezt kérdezem itt is, hogy ez a 2200-as szám, ez a 32 000 vagy akárhány ezer fős lakosságunkhoz képest sok kevés? Szerintem ez sok. Ez most 34-35 ezer lakosa van Udvarhelynek, ebből 2203 személy, aki nagyon hátrányos helyzetben van. Ez szerintem egy kicsit sok. Az, hogy 516-an élnek szociális segélyből, ez is elég probléma. Az, hogy 556 munkanélküli van Udvarhelyen, nyilvántartott munkanélküli, ezt tegyük hozzá, mert így a korrekt, mert nagyon sokan vannak, akik nincsenek nyilvántartva. Nem részesülnek semmilyen segélyben. Semmilyen segélyben. És 654 kisnyugdíjas van, akinek a nyugdíja kevesebb, mint 400 lej. Tehát akinek 400 lej már nem részesül, akinek 399 lej alatt van, az igen. Itt még hozzátenném azt, hogy a minimál nyugdíj 350 lej. Tehát tulajdonképpen a 350-től 399
ben levő periódusba esnek bele 654-en. Többségünk bele se tud gondolni, hogyan lehet megélni 350 lejből. Szerencsés esetben van még családtag, aki jobban keres. Reméljük. De bizony sokan vannak, akik egyedül élnek, és ebből a kis összegből, tehát 400 lej alatti összeg. Osztjátok már a segélyt, hol, hogyan és mit kapnak a rászorulók? Tehát Udvarhelyre összesen 112 tonna élelmiszert hoznak, mert még nem érkezett minden meg, és ezt fogjuk kiosztani ennek a 2203 személynek. Kenyérliszt, kukoricaliszt, rizs, cukor, szárazbab, száraz tészta, keksz, zöld borsó konzerv, paradicsomlé és paradicsom konzervet tudunk most osztani, és étolajat ezt nem tudom, még nem kaptunk. Tehát amikor a megyei tanácshoz érkezik, ők osztják le a polgármester hivataloknak, egyelőre még nem kaptunk egy. Tehát valószínűleg azt külön osztjátok majd. Hát ezt most már mindenképpen külön, mert aki már kivette a többit, és reméljük, hogy a jövő hétig be is tudjuk fejezni, jövő héten be is tudjuk fejezni az osztást. És akkor ma januárban, hogyha hoznak étolajat, akkor azt akkor fogjuk majd osztani. Adásunk előtt számolgattunk, hogy például kenyérdisztből csak fejenként 16 kg-ot adtok. Tehát egy csomag azért súlyos. Egy kis nyugdíjas nem viszi egyszerűen. 36,7 kg egy személynek a járandóság. Azt kézben nem viszi haza? Hát kézben nem. Főleg a szociális segélyesek, akik családban élnek, és nem ritka esetben népes családban náluk. Úgy tudom, a legnagyobb létszámú család az 8 tagú szociális segélyesek közül, a többieknél ott személyre szól. Hát most számolhatunk. 8 tagú családnál 16 kiló fejenként. 160 kiló? Nem, mert 48, 48, 48, tehát 128 kiló liszt. Csak liszt. És akkor még jön hozzá kukoricalisztből 5 kiló, rizsből 8 kiló, cukorból 4 kiló, szárazbabból 1 kiló, és a többi az már 1 kiló, vagy még 1 kiló sem. Tehát jelentős a mennyiség. Érdemes lehet volna megnézni, gondolom ilyen jellegű kimutatásatok, vagy felmérésetek nincs, hogy ezekből az élelmekből évente mennyit fogyaszt egy éves adagját, nem fedezi azért? Nem tudom, hát ami szembe tűnő, az a 16 kg kenyérliszt. Na most az, aki nem süt kenyeret, az nem használ el 16 kg-t fejenként, tehát az kizárt dolog. Karácsonyi kalácshoz annyi nem kell. Most rizsből fejenként 8 kiló. Hát én szeretem a rizset, de azért nem hiszem, 8 kilót megennék egy évbe. Hát itt most a háziasszonyok számolhatnak, hogy egy évbe kb. Hány kiló rizset vesznek meg, egy 2-3-4-5 tagú családnak. Korábbi alkalmakkor is beszélgettük ezt, vagy legalábbis érintettük röviden, hogy jelenség az is, hogy eladják. Igen, sajnos szembesülnünk kell ezzel a jelenséggel. Na most... Gondolom nem sokat tehettek ez ellen. Hát... Tehát attól a pillanat, hogy kézbe kaptam... Tehát a polgármester hivatal a megyei tanáccsal egy protokoll szerződést köt az élelmiszer raktározására és a lista alapján történő kiosztására. Hogy amiután ő kivette és elhagyta a kiosztás helyszínét, mit csinál vele, ez egy, hogy nem tartozik ránk. Kettő, sajnálatos, hogy eladja, főleg ahol gyerekek is vannak, tehát a gyerekek szájjal eladja az élelmiszert, de hogyha utána számolunk, hogy kapnak fejenként 36 kilót a szociális segélyesek közül, a 8 tagú, térjünk vissza a legnagyobb családhoz, 8 tagú család. 100 akárhány kilót? Hát 384, 250 kiló körül kapnak a 8 tagú család. Na most hazamennek egy 20-valány négyzetméteres garzonlakásba, 8 fekvőhely mellett, hova fogják elraktározni? Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy jól teszi, hogy eladja. Nem, ez nem teszi jól, hogy eladja. De valahol meg is tudom érteni. Lehet, hogy a pénz az inkább kell neki, mint ahogy mondod, a 16 kg-nyi fejenkénti biztos, biztos nem használják el, hogyha nem tud kenyeret, már pedig egy garzonlakás vagy blokklakásban nem valószínűleg kenyeret süt. Hol osztjátok, milyen program szerint, gondolom már ki van alakulva? Igen, a mezőgazdasági liceum bent lakásánál osztjuk. Naponta 10 és 12 óra 30 perc között, tehát fél egyik. Természetesen sohasem sikerült fél egykor bezárni az ablakot, mindig akik voltak a sorban, megpróbáltuk még
őket kiszolgálni. Na most sajnálatos módon ugye az egy kis helyiség, oda nagyon keveset tudunk beraktározni. Máshol van a nagy mennyiség elraktározva. És egy kocsi van, amivel szállítjuk az osztás helyszínére. Most választások is voltak, egyéb dolga is volt a kocsinak. Nem minden esetben sikerült annyi mennyiséget leszállítani, amennyi szükség lett volna aznak. Kénytelenek voltunk másnapra visszahívni a személyeket. Reméljük, hogy ettől a héttől kezdődően ez már nem lesz egy probléma. Gondolom száz akárhány tonna élelmiszer fogadása, kiosztása, nem kevés logisztikát, nem kevés logisztikát, fejtörést okoz. Most csak azt vegyük, hogy ezt a 100 tonnát egyszer le kellett pakolni, igaz, hogy ez villástargoncával történt. Na most fel kell pakolni az autóra, a helyszínen le kell pakolni. Ott ki kell osztani, ki kell adni a személyeknek, és ez több 112 tonnáról van szó, tehát kollégák jó kondiba lesznek, mire ezt elvégzik. Az igénylők mivel, személyivel jelentkeznek, valamilyen bizonyítói adatokkal? Személyivel, a személyit eredetiben kell felmutatni, és az idéntől a törvény igazoló aktát kér mindenkitől, amit az elszámolással mi be kell küldjünk a megyei tanácshoz. A nyugdíjasok nyugdíjszelvénnyel kell igazolják, a munkanélküliek munkanélküli segélyről szóló szelvénnyel. Aki már nem kap munkanélküli segélyt, ő egy igazolást kell kérjen a munkaelosztó irodától, hogy igenis nyilvántartott munkanélküli. És a fogyatékos személyek, a fogyatékosságot megállapító bizonylatról. Ezt románul úgy hívják, hogy certificat d'incadrare grad de handicap. Nem összetévesztendő a munkaképességet megállapító bizonylatnak, két különböző dolog. A listán a fogyatékos személyek, tehát a fogyatékkal élő személyek szerepelnek. Mondtad a napi programot, hogy 10-től fél egyig, meddig osztjátok, amíg van? Hát amíg tart a sor, vagy amíg van élelmiszer az napra. Jaj, hát idő szerint, napok szerint kérdezik? Igen, hogy hány napig vagy? Hát mi készítettünk egy ABC szerinti programálást. Megpróbáltuk, hogy látva, hogy az országban mindenhol nagy cirkusszal jár a kiosztás, megpróbáltuk, hogy hát Udvarhelyen sikerült civilizáltan lebonyolítani. Tehát a múlt héten azt nem hirdettük meg, hogy ilyenkor így is a szociális segélyesek lerohanják, és nagy sor van, sokat kell várni, vitákkal, veszekedésekkel jár az osztás. És hétfőtől próbáltunk egy ABC sorrend szerint osztani. Hétfőn az A, B, kedden a C, E, szerdán az F, I, csütörtökön a J, K, pénteken az L, M, és a jövő héten, tehát 17-en hétfőn az N, R, kedden az S, S betűsök, és szerdán a T, Z betűsöknek osztanánk. Hát sajnos ezt nem sikerült betartani, mert sokan jöttek, akik nem abba a betűkategóriába tartoznak, és rögtön kellett, főleg amitán kiállták a másfél-két órás sort, utána a szivárványt végigjátszották, amikor megtudták, hogy ők nem ma kéne sorra kerüljenek, hát megkapták nem az adagjukat. Nem irigyellek, nincsen könnyű dolgot ott ilyenkor. Sajnos nincs, de ezt a kolléganő meg a kollégák, akik osztják, többet tudnának erről mesélni. És akkor csütörtök péntekre vártuk volna azokat, akik elmaradtak a megfelelő napon. Akkor januárban 7-től 11-ig szintén azokat szolgálnánk ki, akik elmaradtak volna. Itt is megragadom az alkalmat, és felhívom a tévénézők figyelmét, hogy aki rajta van, istán mindenki megkapja. Tehát nem, ha nem pont azon a nap, amikor most az ABC szerint sorra kerülne, akkor utána való napokban is átveheti. Nem érdemes, tehát hogy nem lehet 2200 személyt az első nap első órájába kiszolgálni. Ez fizikai lehetetlenség. De mindenki sorra fog kerülni. Reméljük, hogy még most december folyamán. Ha nem, akkor januárban még lesz egy hét, amikor kiszolgáljuk az érintetteket. Van egy másik aktuális témánk, a fűtéspótlék. Hányan igényeltek korábbi évekhez képest, többlette a fűtéspótlékot igénylők száma? A törvény szigorodása miatt valószínű, emiatt van, kevesebben igényelték egy kevéssel, mint a
tavaly novemberben. Lehet, hogy az év folyamán nőni fog, sőt valószínű, mert már decemberre kaptunk igényléseket. Itt hívnám fel a tévénézők figyelmét, hogy december 18-áig jövő hét, tehát mához egy hétig tudjuk elvenni a kéréseket. Ugye az ünnepek miatt ez a hónap rövidebb, december hónap rövidebb lesz, hogy még legyen időnk feldolgozni és a megfelelő szervekhez eljuttatni a listákat. Ezért 18-án az utolsó nap, amikor meg el tudjuk venni a fűtéspotlékos kéréseket. De aki januárban lesz jogosult, vagy február januárban is, akkor és februárban is ugyanúgy. Ugyanúgy mindig a januárban, akkor a decemberi jövedelem alapján, most decemberben a novemberi jövedelem alapján tudjuk elvenni a kéréseket. Mindenkinek bulletin igazolást, bulletin másolat, személyazonosság igazolás másolatot kell, akinek nincs még személyazonosság igazolvány, akkor születési bizonyítvány másolatot, jövedelem igazolást minden felnőtt személytől, iskolások, aki betöltött a 18 évet és iskolás tőle iskolából igazolást, hogy ő még iskolás nappali tagozaton, tehát nincs, nem valósíthat meg jövedelmet. Akinek nincs semmilyen jövedelme, ő kézzel ír egy nyilatkozatot, hogy alkalmi munkából milyen jövedelmet valósított meg az elmúlt hónapban. Hogyha valamilyen változás történik, ezt kötelesek 5 napon belül jelenteni azoknak is, akik már novemberbe letették. Tehát mindenki egyszer kell igényelje, megkapja az egész szezonra. Vagy aki nem november... Ha csak nem jelzi, hogy változás történt, akkor változik a juttatás, vagy felfüggesztődik, hogyha a jövedelem meghaladja a plafont. 2134, jól számolom? Tehát most 2134 fűtéspolték volt jóváhagyva, és 31 néhányat kellett visszautasítani. Itt meghaladták a törvény által előírt maximális egyfőre első jövedelmet. Vagy hiányos volt a kérés, és amikor utólag levélben kértünk kiegészítést, akkor vagy nem jeleztek vissza, ilyen hallgatólagos beleegyezéssel tudomásul vették. Vagy volt, aki azt mondta, hogy hát ő akkor ebben az esetben nem igényli, mert akkor így nem jár neki. Legtöbb eset a kajabonok értékét illetően merült fel, ugye nagyon sokan nem adták hozzá a jövedelmükhöz. Igen, akkor itt elmondanám, hogy a jövedelem igazolásoknál kell szerepeljen, hogy mekkora a nettó jövedelme, és mekkora értékű kajabonban, ételpénzben részesül. Hogyha nem részesül, akkor az kell benne legyen az igazolásban, hogy nem részesül ilyen fajta juttatásban. Mert az is jövedelemnek számít. Az is jövedelemnek számít, igen. Arra emlékszel-e, hogy a törvény szigorítását megelőzően nagyjából átlagosan évente mekkora volt az igénylők száma? Hát volt, amikor 20-30%-kal is többen voltak. Tehát nagyjából egy annyi vagy harmadával, legtöbb egy harmadával csökkent. Érdekes. Gépek miatt, állatok miatt, a udvarhelyen azán nem is annyira az állatok miatt, inkább a gépek miatt igen, lehet. Az 1600 köbcenti fölötti gépkocsi, ez a leggyakoribb kizárási ok. Földterületeknél sajnos jön az idős nénike, hogy neki van ugyan a nevén valamelyik faluban 5 hektár szántó, ami már kizárja, tehát nem részesület fűtéspotlékba, de ő abból nem élvez semmit. De sajnos, ha nevén van, akkor a törvény ezt írja. Sőt, a nyáron, ősszel egy átiratot kaptunk a megyei szociális ügynökségtől, hogy az ápiás támogatásokat is figyelembe kell venni a föld területekre, illetve az állatokra. És küldték a listát, hogy kik azok a személyek, akik ebben részesültek a fűtéspotlék. Hát ez elég furcsa. Tényleg válság volt, mikor meghozták ezt a rendelkezést, mert gyakorlatilag olyan széles réteget, az autótól, az állattartókon, a földterülettel rendelkezőkig sok mindenkit kizártak. Vegyünk még egy témát. Az uniós élelmiszer segélyosztásnál jutott eszembe, hogy visszakérdezzek rá a szociális munkásokat, a szociális segélyben részesülőket, hisz ez a három téma, az uniós segélyosztás, a szociális munkások és talán a fűtéspótlék, ott igénylők is az ide kapcsolódik, az egyik igénylő réteg a szociális munkások. Igen. A 416-os törvény 2001-ből írja elő a minimál jövedelem kiegészítő szociális segélyt. Itt ez előírja, hogy egy egyedül élő személy 125 lejből meg tud élni.
mert akinek nincs semmi jövedelme, az 125 lej segélyben részesül. Hogyha van, tegyük fel 50 lej jövedelme alkalmi munkából, akkor ezt az 50 lejt kell felkerekíteni, ilyen 125 lej. Így van. A kéttagú családnál már nem duplázódik, tehát nem 250, hanem 225 lej, mert van olyan költsége egy családnak, ami nem személyre szóló fűtés, világítás, ilyesmi. Tehát nem duplázódik. És 5 személy után már valami 30-valahány lejjel, 40 lejjel emelkedik fejenként. Most nincs nálam furán a táblázat, számol, és nem akarok... számol ez az ország 350 lej nyugdíjból és 125 lej bérből meg lehet élni. Hát szeretném megnézni, hogy azok, akik ezt a törvényt hozták, hogy élnének meg ebből, nem egy hónapig, egy hétig. Egy hétig. 125 lejben hányan részesülnek? Sokan vannak, akik egyedül élők. Most nem tudok konkrét számokat mondani. Hát egyáltalán szociális segélyben. 250 körül van az aktív doszárok száma, és akkor nyáron volt ez a szám, nyáron kérték el a listát, hogy a 516 személy részesült. Tehát ez akkor 210-220 körül volt az aktív doszárok száma, és annak megfelelt ez a 516 személy. Cserébe mit kell tegyen az igénylő? Most a törvény előírja, hogy a kapott összeg fejében, tehát az összeggel arányosan közhasznú munkát kell elvégezzen. Tehát itt mondanám el, hogy ezek nem szociális munkások, ezek szociális segélyben részesülő, közhasznú munkát végző személyek. Na most, hogy milyen munkát végeznek, hát milyen munkát lehet rájuk bízni. Ezek túlnyomó részt... szerintem nem túlmúl részt, egytől egyik szakképesítetlen személyek. Nem kell közhasznú munkát végezzen ugye a gyerekek, tehát a kiskorúak nem kell, a nyugdíjaskorúak nem kell. Azon személyek... Valamilyen fogyatékkal élők sem. Fogyatékkal élők sem. Vagy olyan személyek, akik elsőfokú fogyatékkal élő személyt gondoznak. Vagy akik 7 évnél kisebb gyereket nevelnek. Nem kell közhasznú munkát végezzenek. Így az 516 személyről 180 körülre csökken a közhasznú munkát kötelező végzendő személyek száma. Foglalkoztatja őket közben a hivatal? Vagy igen, meg lehet próbáljuk, bízni bizonyos feladatokkal? Próbáljuk foglalkoztatni, bizonyos feladatokra meg lehet bízni. Parkok takarítására, utcák... szemét. Külkülő meder takarítása például hallottam, hogy ott igen, amikor volt olyan akciók vannak, akkor őket is bevonjuk. Vagy különböző patak medrek takarítására. Másik feladata, ugye a várost bizonyos alkalmakkor, nem feltétlenül a választásokra gondolok, de különböző rendezvények alkalmával teleplakátolják. Olyan helyekre is, ahol nem igazán plakátolandó az a hely, például a villanyoszlopok. Na ezek eltávolítását is ők szokták végezni. Tehát gyakorlatilag bármilyen munkával megbízhatna a hivatal, amit el is tudnak végezni. Hát igen, amit el is tudnak végezni, természetesen. Mert vannak személyek, akik iskolákhoz, óvodákhoz vannak beosztva, és ott végzik el a bizonyos óraszámot. Itt most a minimál bérhez viszonyítva, tehát az a személy, akinek a családja egy minimál bért kap, akkor ő egy teljes hónapot kell letolgozzon. Az, aki a minimál bérnek, mit tudom én, egy negyedét kapja, akkor az a megfelelő óraszámot kell letolgozza. Tehát az egy negyedét az egy munkának. Te is tudod, hogy számtalan olyan ügy vagy téma van, ami felvetődik a városban, akkor általában az emberek mindig azt mondják, hát mi nem végeztetik el a szociális munkásokkal, de hát Nem mindent lehet elvégeztetni, amit lehet, megpróbáljuk. Tehát most gondolok a legaktuálisabbra például a hótalanításra lehet. Igen, itt sokan, akik nem takarítják el a házuk előtt a járdáról a havat, jeget, erre gondolnak természetesen. Hát ha az ő kötelességük, akkor ne próbálják a polgármesteri hivatalra állítani. Természetesen ahol olyan helyzet van, hogy nincsenek lakók, vagy ott megpróbáljuk bevonni mi helyre is őket. Tehát csak olyan munkákat végeztet el a hivatal, ami az ő hatáskörébe tartozik. Köszönöm, Gyula, hogy itt voltál és beszámoltál. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megmutattam. Nézőknek is köszönjük a figyelmét, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!